Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Semmelweis Budapest Award díjátadó rendezvényén. Tisztelettel köszöntöm dr. Karikó Katalin professzorasszonyt, Széchenyi díjas magyar kutatóbiológust, biokémikust, a University of Pennsylvania School of Medicine adjunktusát. Dr. Merkeli Béla urat, a Semmelweis Egyetem rektorát. Köszöntöm továbbá dr. Pavlik Lívia kancellárasszonyt. Orbán Gábor urat, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnökét, valamint a kuratórium tagjait. Dr. Ferdinandi Péter urat, az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesét. A Semmelweis Egyetem megjelent rektorhelyettesei, dékánjait, professzorait és vezetőit, valamint a szenátus tagjait, a szerkesztőségek munkatársait és minden kedves vendégünket. Tisztelettel felkérem dr. Merkeli Béla rektor urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt Karikó Katalin professzorasszony, elnök úr, kancellárasszony, vezetőtársai, meghívottak, kedves Semmelweis polgárok! Ha a szellem ráeszmél egy igazságra, sosem késnek a tények, melyek igazolják. Szerb Antal gondolata ez, és bár Karikó Katalin évtizedekkel ezelőtt ráeszmélt egy igazságra, az ő példája is bizonyítja e gondolat érvényességét. Mert Karikó Katalin a 70-es évek vége óta kutatott, kísérletezett eltökélten. Képzettségét Magyarországon a Szegedi Tudományegyetem szerezte, és a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kezdett el először foglalkozni azzal a témával, amely nem csak világhírűvé, de napjaink legismertebb hazai kutatójává tette. Magyar emberként példát mutatott nem csak honfitársainknak, de mindenkinek. Felfedezésével emberek millióinak életét menthette meg, és neki köszönhető az is, hogy ma már egy biztonságosabb világban élhetünk, hiszen van fegyverünk a pandémiát okozó COVID-19 vírussal szemben, amely későbbiekben akár egy következő pandémiában is sokkal gyorsabban bevezethető. Karikó Katalin már akkor az mRNA-s technológiában látta a gyógyítás egyik új hatékony módszerét, amikor erre még jóformán senki sem gondolt. Ő akkor is kitartott igazsága mellett, amikor senki nem hitt neki. Akkor is elszántan dolgozott tovább, amikor nehézségekbe, falakba ütközött. Csak úgy, ahogy Semmelweis Ignác tette. Karikó Katalin méltó örököse névadónknak, minden idők egyik legismertebb orvosának, akinek felfedezésére, a fertőtlenítő kézmosásra ugyancsak a koronavírus járvány irányította rá ismét a figyelmet, hasonlóan Karikó Katalin innovációjára, az mRNA-s technológiára. Professzorasszony munkája végül az újkori történelem legnagyobb járványának leküzdésével nyert teljes igazolást. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ő felfedezése nélkül nem sikerült volna ilyen nagy hatékonysággal leküzdeni a COVID-19-es járványt, és bizonyosan sokkal tovább tartott volna, és jóval több áldozatot követelt volna a pandémia. Tisztelt vendégeink! Hitem szerint az új tudás annál értékesebb, minél gyorsabban hasznosul. Professzor asszony kutatásának eredménye pedig páratlanul rövid idő alatt, páratlanul sokaknak a legtöbbet adta, gyógyírt a bajban, a védekezés képességét, az egészség, az életvédelmét. Kidolgozta, hogy az mRNA-s nukleozid komponenseinek mely módosításai segítenek növelni annak stabilitását,
illetve csökkenteni immunogenitását. Ezekkel a kísérletekkel megteremtette a rendszer terápiás alkalmazásának alapját. Védekezésre tanítani az emberi szervezetet, ez az orvoslás egyik legősibb tudása. Magukat, az immunsejteket úgy alakítani, hogy megvédjék és ha lehet meggyógyítsák a testet, ez a legmodernebb tudományos irányzatok egyik legnagyszerűbb vívmánya. Karikó Katalin munkássága számomra ezek szintézise. Az ő és kollégája által kidolgozott technológiával pedig nem csak a vírusok ellen, hanem egy sor más betegség, onkológiai vagy szívbetegség esetében is hatékonyan küzdhetünk. Ez pedig beláthatatlan távlatokat nyithat meg jövőben a gyógyításban. Épp ezért különösen örülök, hogy a Semmelweis Budapest Awardot, egyetemünk legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos elismerését Roska Botond és Glovicki Péter után egymást követő harmadik alkalommal egy magyar kutatónak nyújthatom át. Karikó Katalin méltó módon csatlakozik a 2010-ben alapított elismerésünk többi díjazottja, Peter Widimski, Sir Ravinder Maini, Stefan Hell, Thomas Höckfeldt, Klein György, Olá György, Somogyi Péter, Sir George Rada és Jeremy K. Nicholson mellé. Az elmúlt évben professzorasszonya a Semmelweis Egyetem munkatársával közös kutatást publikálta a Nature Communications-be, reményeik szerint a jövőben az ilyen együttműködések száma tovább növekszik. A tavalyi évben professzorasszonnyal együtt részesültünk a legjelentősebb magyar tudományos elismerésben, a Széchenyi díjban. Bízom benne, hogy jövőben nem csak a Semmelweis Budapest Award és Széchenyi díjasként, de további nagyon méltó elismerések címzettjeként is köszönhetjük. Tisztelt professzorasszony, köszönjük, hogy megtanított minket arra, hogy ne csak lássuk, értsük és értékeljük az mRNA-s technológiában rejlő csodálatos lehetőségeket, de hasznosítsuk és használjuk is. Az emiatt érzett hálánkat fejezi ki ez a díj, amellyel egyben a tudós kimagasló munkáját és az ember kiválóságát ismerjük el. Azt az egyedülálló álhatatosságot, csodára méltó kitartást, amivel elérte célját. Azt pedig különösen nagy örömmel nyugtázzuk, hogy ugyanilyen elszántsággal áll most az újabb célok, újabb kívások elé. A Semmelweis Egyetem szenátusa nevében szívből gratulálok az elismeréshez, és további munkájához pedig sok erőt és nagyon jó egészséget kívánok. Rektor úr, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, a Semmelweis Egyetem 2009-ben nemzetközi díjat alapított Semmelweis Budapest Award néven. Ez az egyetem legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos elismerése. A díjat olyan világszerte is elismert eredményeket felmutató, az élvonalból is kiemelkedő, valamint az orvosbiológiai kutatás terén is aktív tudós kaphatja, akinek teljesítménye méltó az egyetem névadójának szellemiségéhez, és tekintélyes mértékben járul hozzá az élő természettudományos megismerés új útjainak felfedezéséhez, az emberiség javához. A Semmelweis Budapest Award kitüntetést 2021-ben dr. Karikó Katalin professzorasszonynak ítélte oda a szenátus. Tisztelettel felkérem dr. Ferdinandi Péter tudományos és innovációs rektor helyettes urat, hogy tartsa meg professzorasszony méltatását. Tisztelt vendégeink, tisztelt kollégák, tisztelt Karikó Katalin professzorasszony. Karikó Katalin Széchenyi díjas kutatóbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli, az Akadémia Európé megválasztott tagja. Az mRNA-s alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztéseit, felfedezéseivel megalapozó kutató. A biológus diploma megszerzését követően a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában kezdett el dolgozni,
és már ekkor az RNS terápiás alkalmazásának lehetősége foglalkoztatta. Később az Egyesült Államokba kerülve továbbra is erre a témára fókuszált, míg 2005-ben Drew Weissmannal együtt jelentős áttörést sikerült elérnie a Pennsylvaniai Egyetemen végzett munkájával. Kidolgozta, hogy az mRNA-s nukleoszid komponenseinek mely kémiai módosításai segítik növelni annak stabilitását, illetve csökkenteni a készítmény immunogenitását. Ezekkel a kísérletekkel megteremtették ennek a terápiás rendszernek az alkalmazását, és ennek főbb alapjait letették. A következő kihívást a módosított mRNA-s hatékony bejuttatása jelentette a szervezet élő sejtjeibe. Erre a megoldást 2017-ben Pardi Norbert munkájához kapcsolódóan találták meg azzal, hogy a módosított RNA-st megfelelő lipid burokba csomagolták. Ezen eredmények tették lehetővé az új típusú koronavírus elleni mRNA-s típusú vakcinák széleskörű alkalmazását. Karikó Katalinhoz több mRNA-s technológiához kapcsolódó szabadalom is kötődik. Karikó Katalin támogatásával tanítványa Pardi Norbert évek óta együttműködést tart fent a Semmelweis Egyetemen Jakus Zoltán kutatócsoportjával. A közelmúltban egy nyirokér növekedési faktor kifejezésén keresztül indukáltak szerspecifikus nyirokér növekedést, és visszafordították a kísérletes nyiroködémát. Karikó Katalin számos rangos díjat kapott az utóbbi években, mint például a Lasker de Becky Clinical Medical Research Award, Rosenstiel díj, Bill Fork globális egészségügyi díj, Luisa Gross Horowitz díj, Vilsack díj, the 2022 Tank Prize in Biopharmaceutical Science, és a többi. Nagyon hosszan sorolhatnánk rangosabbnál rangosabb elismeréseket. Végül szeretném kiemelni, hogy Karikó Katalin évtizedeken keresztüli kitartása, a tudományos munka iránti alázata és elkötelezettsége példaértékű valamennyiünknek, különösen a fiatalok számára. Köszönöm szépen! Köszönjük a méltatást, rektor helyettes úr! Hölgyeim és uraim, tisztelettel felkérem rektor urat, hogy adja át a kitüntetést dr. Karikó Katalin professzor asszony részére. Professzor asszony, még egyszer szívből gratulálunk. Tisztelettel felkérem, hogy tartsa meg a díjhoz kapcsolódó tudományos előadását egy biológus gondolatai a kutatásról címen. Köszönöm szépen. Tisztelt rektor úr, tisztelt professzorok, volt tanáraim, mentoraim, diákok és honfitársaim. Tisztelt vendégek, ma szeretnék egy kis előadást tartani, úgyhogy aki esetleg a biológiával nem jártas, az is megértse. Nagy gondossággal minden magyarul feliratoztam, ezt külön kell értékelni, mert ez nagyon hosszú idő volt. És hát először is beszélek arról, hogy hogy jutott az RNS onnan, hogy 1961-ben felfedezték, és hogy lett 60 évvel később ez egy bevezetett gyógyszer. A másik pedig, hogy én hogy jutottam el Kisújszállás, Szeged, Philadelphia útján vissza Németországba, és mi volt az én utam. Úgyhogy először a tudományosabb rész következik, tehát
az RNS felfedezése, meg az én kutatásaim az RNS-sel. Amint említettem, 1961-ben fedezték fel az RNS-t, és hát 60 évvel később lett az első bevezetett gyógyszer a LNP messenger RNS vakcina formájában, amit az amerikai hatóságok jóvá hagytak. Hát mi történt 60 év alatt? Hát a legfontosabb volt, hogy 1978-ban már izolált RNS-ekkel be lehetett mutatni azt, hogy az RNS, ha bevisszük egy emlősejtbe, akkor arról a fehérje keletkezik, és ez a fehérje funkcionális. De csak 1984-ben sikerült azt elérni, hogy egy kémcsőbe is tudjunk olyan RNS-t csinálni, amelyikre szükségünk van, olyan fehérjét kódol, amit szeretnénk. Tehát ha ez a felfedezés nincs, akkor ugye vakcinát se lehetett volna legyártani. De azután, 80-as évek után egyszerűen évtizedeken keresztül csak is icipici kis optimalizálása történt az RNS-nek, meg a lipideknek. Tehát nem volt nagyobb áttörés, csak ugye a struktúrákat, meg egyebeket változtattuk. Szóval ez egy ilyen nagyon unalmas rész volt, és ez alatt az idő alatt a legtöbb ember az el is hagyta a pályát, ezt nem foglalkozott. Nem foglalkozott az RNS-sel, és hát erről szeretnék néhány szót szólni. Szóval 1961-ben megtudtuk, hogy az információ a DNS-től hogyan a messenger RNS segítségével jut el a fehérje szintézis helyére, a riboszómába. A riboszómába is van RNS. Vannak tRNS-ek, mindenféle RNS-ek, ezek már az 50-es években tudták, de ez a messenger RNS, ezt nagyon sokan kutatták. Tudták, hogy van valahol, csak nagyon nehéz volt kimutatni, mert nagyon gyorsan lebomlik. Ez ugye most, akik a vakcina ellen szólnak, ugye azt nem tudják, hogy ez évtizedekig a nagy gond volt, hogy egy pillanat alatt degradálódik ez a messenger RNS. Szóval ez volt az első és legfontosabb dolog, hogy a DNS keletkezik az RNS, és ez nagyon rövid ideig él, kódolja a fehérjét, és elkészül a fehérje róla. Hát a RNS-nek kezdetben ugye csak izolálni tudták, nem tudták megszintetizálni, tehát különböző szerkezeti elemeit nézték, a ötveszővégen van ilyen struktúra, kev struktúra. Hát maga az RNS-t itt középen csak így mutatom, hogy ez ilyen szimpla, ilyen vonal, de hát azért jobb oldalt látható, hogy ez egy nagyon komplex vegyület. Négyféle nukleotidból áll, és az, amit a piros nyíllal jelzek, az a hidroxil okozza az, hogy olyan gyorsan elbomlik, mert a lánc az egyszerűen csak elszakad, mert ott összeér az a hidroxil, ott reakcióba lép. És hát ugye az, hogy van egy ilyen poliéfarok, 70-es években felfedezték, 75-ben a keppet felfedezték rajta, tehát különböző elemeket analizáltak a kutatók ekkor. Aztán, mint említettem, 1984-85-ben jött, amikor először a Harvard Egyetem professzorai, kutatói rájöttek, hogy lehetne egy kémcsőbe, hogy lehetne RNS-t készíteni. Rájöttek, hogyha egy plazmidot, ami egy duplaszálú DNS, amely kódol egy bizonyos fehérjét, hogyha ehhez oda teszik a négy építő kövét az RNS-nek, meg egy enzimet, ez az enzim egy fágnak a RNS polimeráza, hát a fág az a baktériumoknak a vírusa. Tehát a baktériumoknak is kell aggódni, hogy vírussal fertőződnek, nem csak nekünk. Szóval ez a baktériumot fertőző vírusból vették ki ezt az enzimet. Miért fontos ez? Mert nagyon szimplán, nagyon egyszerűen lehet gyorsan RNS-t csinálni, és a fidelitása is nagyon jó ennek az enzimnek. Szóval ezek a professzorok, kutatók itt a Harvardon humán beta interferon kóduló RNS-t csináltak, és ezt beleinjektálták békának a petesejtjébe, mert ebben az időben nem nagyon volt ilyen sejtenyészet, hanem a békának a sejtje az nagy volt, és akkor egy kis üvegkapillárissal bele lehetett injektálni. És amikor elkezdték ezeket az injektált békasejteket, békapetesejteket
inkubálni, hát és összegyűjtötték a fölülúszót, rájöttek, hogy ez funkcionális. Tehát ez volt az első, amikor egyszerűen egy élő sejtbe funkcionális fehérjét létrehoztak messenger RNA-ről 1984-85-ben. Amit mondtam, hogy ezek után az emberek föllelkesültek, elkezdtek készíteni RNS-eket, mindenféle dolgokból belefogtak, még vakcinára is használták, fertőző betegségek, valamint rák ellenes vakcinákat készítettek, de aztán nagyon leállt ez az egész, mert az RNS-sel probléma volt, csak probléma. Nagyon pici fehérje keletkezett, nagyon rövid ideig, semmire se volt jó. És aztán eltelt néhány évtized, és nem tudok, egy egész idő után tudnék beszélni, hogy mi történt az idő alatt. A lényeg az, hogy a módosítások, a tisztítások, a szerkezeti változások, amiket létrehoztunk, meg mások is létrehoztak ebbe az RNS-be, végül is ezzel a módosítással most már hosszabb ideig több fehérje keletkezett, és ekkor rájöttek az emberek, hogy most már ezt lehet valamire használni a medicinába. A mi hozzáadásunk a kollégámmal az volt, hogy rájöttünk arra, hogy ez az RNS-nek nem csak az a baja, hogy kicsi fehérje, rövid ideig keletkezik a fehérje arról az RNS-ről, hanem az is, hogy ez a fehér, vagy ez az RNS, ez nagyon gyulladás képző. És hát ugye itt a gyulladást mérjük, ez a citokin mérés, ez egy TNF alfa, egy olyan faktor, ami méri, hogy milyen gyulladás, milyen mennyiségű gyulladás van. Hát ott a lilával mutatom, hogy az a gyulladást a legjobban az RNS okozta, amit a kémcsőbe csináltam. De amikor a sejtekből kivettünk különböző RNS-eket, ott a kék színűvel látszik, akkor azok nem voltak olyan gyulladáskeltőek, de ott a tRNS-nél ott még az a kék vonal sincs ott, tehát semmilyen gyulladás nem okozott az a tRNS. És hát a jobb szélen látszik, hogy az a tRNS, ugye az egy nagyon-nagyon sokféle módosított nukleozidot tartalmaz. Hát ez adta az ötletet, hogy hát lehet, hogy a módosított nukleozid kellene, és akkor nem lenne a mi RNS-ünk ilyen gyulladáskeltő. És hát ugye megint ezen kellett gondolkodni, hát hogy csináljunk módosított nukleozidokat tartalmazó RNS-t, mikor ezt még senki se csinálta. Hát most is elbeszélhetnék még arról, hogy mennyi mindent kipróbáltunk, de végül is ami sikerre vezetett, az volt, hogy vásároltunk építőelemeket, ami olyan építőelemeit az RNS-nek, amik már meg voltak módosítva, és szurkoltunk, hogy a RNS-nek a polimeráz, vagy ez az RNS polimeráz, ez be is építse. És hát néhányat be is épített, aztán újra szurkoltunk azért, hogy legalább ezek ugye csökkentsék az inflammációt, a gyulladását az RNS-nek. És hát nem volt sikertelen ez a szurkolás, mert itt látható, hogy az elkészített, tehát narancssal mutatom az összes módosított RNS-t, amelyet kipróbáltunk, már mindenki ismeri, a TNF-alfát mérjük a gyulladást vele, és hát volt, hogy nem néhány esetben láttuk, hogy ott nem volt gyulladás, nem okozott gyulladást ezeken a immunsejteken, humán immunsejteken. Úgyhogy amikor még közelebb oda néztük, hát láttuk, hogy ezek, ahol nem volt gyulladáskeltés az RNS által, ott mindenütt az a uridin nevezetű nukleozid, az meg volt változtatva. Hát ki tudta azt, hogy az uridin az ilyen gyulladást okozó? Nem tudta eddig senki sem. És hát az volt a másik fontos dolog még itt, hogy hát mi, ha terápiára akarjuk használni, az lenne jó, hogy ezen gyulladást nem okozó RNS az valamilyen fehérjét kódoljon is. És mikor kipróbáltuk, hát nem mindegyik esetben, ugye volt amelyik, mint a Tutio Uridinnél, ott semmi fehérje nem keletkezett, de nagy meglepetésünkre, amikor pseudouridin, most kimondhatom ezt a szót, láttam már a médiában is használják, amikor pseudouridint építettünk az RNS-be, akkor 10-szer több fehérje keletkezett róla. Hát ennél már nem is tudtunk volna szebbet is álmodni sem, mert hát nem csak, hogy nem volt most gyulladáskeltő, hanem még sok fehérje is keletkezett róla. És hát így sikerült, hogy amint említette a rektor úr, ugye a
Norbert Pardi kollégámmal, Duru Weissmann kollégámmal, akik ők vakcinát akartak kifejleszteni, elkezdték ők is használni ezt a módosított RNS-t, ami nem okoz gyulladást, elkezdték használni vakcina fejlesztésre. Hát én nem akartam vakcinát fejleszteni, én azért csináltam az RNS-t nem gyulladást okozóra, hogy ne okozzon gyulladást, mert én a sztrókos betegeket akartam volna ezzel a módszerrel segíteni. És hát ugye 17 éven át a agysebészeten dolgoztam, tehát nekem ez volt a célom. De kiderült, hogy a vakcinálásra is ez a nem inflammátori, nem gyulladást okozó RNS a legjobb. És hát ezt legelőször 2017-ben a Norbert Pardi, Drew Weissmann és velem együtt mutattuk ki, és ekkor, ugye 2017-ben a Zika vírus volt a probléma, és hát készítettünk olyan vakcinát, amelyikben a messenger RNS egy Zika vírus specifikus fehérjét kódolt. Tehát ez majdnem ugyanaz volt, mint amit ha Pfizer-BioNTech vakcinát kaptatok itt, hogy ugyanaz a buhorok volt rajta, ugyanaz a lipidbe volt csomagolva, a kompozíciója, ugye ugyanaz volt az RNS-nek, csak éppen egy más fehérjét kódolt. És hát a nagy meglepetés az volt, hogy nagyon kis mennyiségben, amikor ez a vakcina a majmokba injektálva lett, és ezek után a majmokat próbálták lefertőzni Zika vírussal, akkor őket megvédte ez a vakcina. A nagy jelentősége az volt, hogy nagyon kicsit kellett ebből a vakcinából. Korábban próbáltak már emberek ilyen genetikai vakcinát csinálni, ezek DNS alapúak voltak, és akkor ahogy az test nagyobb lett, ugyan állat, vagy mentek tovább ember disznóba, akkor már anproporcionálisan növelni kellett a mennyiséget, milligrammokat kellett beinjektálni, itt meg mikrogrammok is elegendőek voltak. Szóval ez volt az eredmény, ami után jött még újabb vakcinákat készítettünk, állatkísérletekben ki lett mutatva, hogy az influenzára, az HIV, a HIV-re, tehát ezekre is mindre, amikor elkészült az RNS alapú vakcina, akkor az mindig sokkal-sokkal jobb volt, mint bármi, amit valaha is kipróbáltak. És hát ez adta nekünk is ugye a hitet, hogy amikor a Pfizer-rel együtt dolgozva mi már influenzára kifejlesztettük az RNS alapú vakcinát, hogy ez bizonyára jó lesz, az állatkísérletek is megvoltak 2019 végén, és csak ugye a vírus megjelenése, amikor megtudtuk a szekvenciáját, ugye akkor realizáltuk azt, hogy most inkább az influenza helyett ez a veszélyes vírus ellen kell föllépni. És hát ugye itt évtizedeken át több ezer kutató dolgozott ezen az egész folyamatokon, és hát ugye kellenek azok a virológusok, akik 40 éven át tanulmányozták a koronavírust, emberek, akik létrehozták 20 évvel ezelőtt, hogy gént lehetett megrendelni. Hát hogyha 20 évvel ezelőtt történik ez a pandémia, akkor senki nem tudott volna addig vakcinát fejleszteni, amíg egy kis csomag meg nem érkezik Wuhanból, amiben benne van a vírus, hogy elkezdjenek vele dolgozni. De most elég volt az információ. Lehetett szekvenciát rendelni, tehát sok-sok embernek a különböző tudományos területeken a munkája fekszik ebben. Tehát az, hogy a semmiből jött ez az elő, az nyilván nem igaz. És hát ugye, hogy egy év se kellett ahhoz, hogy ez a vakcina legyen kifejlesztve. Hát most ugye, hogy én hogy kerülök ide, ugye már említettem, hogy azért csináltunk kísérleteket, de hogy jutottam én egyáltalán ide? Hát először is, hogy kisúszállásról. Hát kisúszállásot följelöltem, hogy hol van, mert nem nagyon mutatja a térkép amúgy, de már a lányom is, amikor a földgömböt megkaptuk, ő meg kellett jelölni, és ő ezt jelölte be a világ közepének. Hát itt nőttünk föl, nagyon egyszerű körülmények között, ez a nádfedeles ház ott a szüleim mögött, az a kicsi, az nem én vagyok, az a nővérem. És hát ugye kútra jártunk vízért, és hát nem volt nekünk televíziónk, meg hűtőszekrényünk, meg ilyesmi, de szerető család volt, és hát a nővérem,
aki itt van ma is velem, ő ugye jó tanuló volt, és hát nekem is kellett kapaszkodnom. Hát a gyermekévek után ugye iskolába jártunk, és hát én általános iskolában már elkezdtem a tanulmányi versenyeken részt venni, kémiából, élővilágból, földrajzból, és hát élővilágból voltam a legjobb, úgyhogy egészen nyolcadikos koromban harmadik lettem az országban. Egy hetes verseny volt itt Budapesten, és apukám föltett a vonatra, és 150 kilométerre eljöttem egyedül. És hát addig, amíg vissza nem mentem, ők nem tudták, hogy én ide megérkeztem, és hogy mi történt, mert ekkor ilyen volt a világ. Aztán az hetedikes koromban, amikor a megyei harmadik helyzet lettem, akkor voltam Csillebécen élővilágtáborban. Most azért mutatom ezt a képet itt a sátortársakkal együtt, hogy a gyerekek már általános iskolás korukban tudják, hogy valamit akarnak tenni. Hát én ott vagyok, ott az a legmagasabb, és hát ezen kívül egy biológus társam is ezen a képen van, ott elől a fehér blúzba, ezen kívül van orvos, ott jobb szélen van Zsuzsa, aki a SOTE-n tanult, van egy vegyész, tehát ezek a lányok, ezek mind végül is kutatók és orvosok lettek. Tehát 13 évesen ezek a lányok, és persze biztos a fiúk is, csak most ugye... Tehát ez nagyon, nagyon fontos. Mikor megkérnek, hogy középiskolásoknak beszéljem, de hát gondolják, hogy ez túl korai, hát azt gondolom, hogy általános iskolásokhoz kellene beszélnünk nekünk. Hát a gimnáziumban, helyi gimnáziumban jártam, kiváló tanáraim voltak, biológiai tanárom, Tóth Albert, aki ráztanár úr díjat is kapott, Csobai tanár úr, a kémia, ugye itt kísérleteket is csináltunk, és ez nagyon fontos volt. És hát a Tóth Albert tanár úr kitalálta azt, hogy magyar kutatóknak írjunk, hát persze, mert nem is tudtunk angolul, és hát magyar kutatóknak írtunk, és hát Szent Györgyi Albertnek is küldtünk egy levelet, Szent Györgyi Albert, USA, választ is kaptunk, és hát a fontos volt még nekem számomra Selye János, aki később Kanadában kutatott, egy stresszkutató volt, és mivel ők válaszoltak a mi leveleinkre, ezért próbálok én is mindenkinek válaszolni, bár nagyon sok e-mail jön. Szóval, hogy válaszoltak, és ez fontos volt, és elolvastuk a könyvet, megtanultunk róluk mindent, amit csak tudtunk, mert annyira izgatottak lettünk, hogy Amerikából vagy Kanadából érkezik egy levél. És hát, ha nem olvastam volna se könyvét, ma nem lennék itt. Ő az a kutató, aki a 30-as években a szót, hogy stressz, a fizikából áthozta az emberi érzésekre, és megtanította, hogy hogyan kell, a stressz az megölhet bennünket, hogyan kell kezelni, hogyan kell a negatív stresszből pozitívat csinálni. Úgyhogy most elmondom, hogy többször engem nem bocsátottak volna el a munkahelyemről, én most nem lennék itt. Hát az van, hogy amikor elbocsájtanak, ugye az egy másoknak a döntése, és nagyon fontos, hogy a döntés után, a döntésem milyenk legyen, hogyan tovább, és hát ezeket a döntéseket kell jól meghozni. Tehát most nem mondom, hogy mindenki örüljön, ha holnap kirúgják az állásából, hogy hú, hát már átfordítom pozitívnak, de ja, megemlítem itt is például az egyik tanárom, aki például megemlítette, hogy ő elintézi, hogy ne vegyenek fel az egyetemre, hát ez is csak a pozitívumot tudja az ember kivenni. Először is fiatal és megtanulja, hogy hé, nem mindenki nekem szurkol, és majd ez később is lesz az életben, szóval ez. A másik az, hogy akkor arra sarkal engem, hogy még jobban tanuljak, nekem kell a legjobbnak lenni a felvételinél, ugye? Ha azt mondta volna, hogy elintézi, hogy fölvegyenek, akkor lehet, hogy csak hátradőlök a székbe, mert már akkor valaki. Tehát minden esetben azt akarom mondani, hogy minden negatív dologból, ami elsőre ugye, hát, úgy hangzik, akkor az ember mindig megtalálja benne valami pozitívumot. És hát ezért van az, hogy annyi éven át, mindegy, hogy körülöttem mit mondtak, hogy volt, mint volt, hogy küldtek el, vagy nehezítették meg az életemet, és mint legutóbb a kanadai Garner Award, ugye külön köszönetet mondtam mindazoknak, akik próbálták az életemet megnehezíteni, mert nélkülük megint nem lennék itt. És úgyhogy ez is nagyon fontos.
Akkor így jutottam el. Ja, egy nagyon fontos dolog még megemlítem, hogy a Hajdana József Attila Tudományegyetem szervezett előkészítő tanfolyamot, amit tudom, az ELTE hallgatói kezdeményeztek. Az én vagyok ott nagyon figyelott jobbra, és ez egy újságban jelent meg ez a kép egyébként a Dél-Magyarban. És hát ez nagyon fontos volt, hogy hát ugye az én apukám hentes volt, az én anyukám könyvelő volt, és hát ők csak általános iskolás végzettségük volt, és hát ugye ez volt az életemben először harmadikos gimnazista koromban, hogy egy egyetemi épületbe lépek, hogy egy professzort látok, nem akkor, amikor felvételire mentem, és ennek nagy jelentősége volt. Itt megint nem arról van szó, hogy valaki ugye ilyen környezetből jön, és csak adjunk neki, segítsük, és vegyük föl, hanem lehetőséget adtak itt, hogy július közepén, ugye két héten át, 5 órakor fölkelek, oldom a matematika, a fizika feladatokat, tehát hogy lehetőséget kapok arra, hogy fölzárkózzak a többiekhez. Tehát ez nagyon fontos volt nekem, hogy ezen a tanfolyamon itt részt vehettem Szegeden. Ekkor voltam életemben először Szegeden. De hát miért akartam én Szegedre menni, ugye? A nővérem az közgázon tanult, és úgy volt, hogy majd én jövök az ELTE-re. Tehát az a szegedi biológiai központot megnyitották, és én arról álmodtam, hogy én ott fogok dolgozni. És áthúztam az ELTE-t, és beírtam, hogy ja te! A testvérem egy ideig nem is nagyon szólt hozzám emiatt, de végül is az egyetemre jutottam, és ott voltam 73-78 között, és a biológiai központban kezdtem el dolgozni. Már mint student, mint hallgató a lipid laboratóriumba mentem, ahol Farkas Tibor volt a vezető, és hát persze egyből elküldött engem, hogy nem kell itten laborban, majd egész életemben dolgozhatom, akkor nem gondoltam, hogy 58 éves koromban is én fogom önteni a gélt. Na mindegy, igaza lett. Mondta, hogy menjek a nyárra a szarvasra, a halkutatóba, és ott dolgozzak. Most nem említem meg, mire odaértem, a főnök éppen akkor elment, és hát akkor mindent nekem kellett kitalálni. De ez mindig nagyon segített. Itt van Duda Ernő és Kondoros Éva, és nagyon örülök, hogy mind a ketten itt vannak. Hát ugye az ő irányításuk alatt kezdtem el dolgozni, és az ő ötletük volt az, hogy liposzómába becsomagolni különböző dolgokat. Akkor már ők publikáltak arról, hogy sejtmagot tettek, vírus darabokat tettek, és olyan sejtekbe is bevitték, amiben a vírus nem tudott volna bejutni. Már publikáltak el, és akkor jött az ötlet, hogy a liposzómába plazmid DNS becsomagolnak, és beviszik emlős sejtekbe. De hát erre kellett a foszfolipid, és hát én a lipid csoportban voltam, és részt vettem abba, hogy a marha agyból izoláljunk ilyen foszfolipidet. Hát ez azt hiszem 10 márkáért kapható volt ez Deutschmark volt, szóval nyugat-német országból, és ez embargó alatt volt. Úgyhogy az Ernő elbiciklizett a Vágóhídra, és visszajött egy marhaggyal, és nekifogtunk, mert meg kell csinálni. És ez is nagyon jó, mert akármikor valamire várni kell, vagy nem lehet, akkor azt figyeli az ember, hogy csinálhatom, meg csinálhatok meg. És hát ez ilyen volt Ernő, ilyen volt Éva, és a kutatók ott körülöttem. És hát így volt, ez nagy hatással volt rám ez a kísérlet, hogy liposzómával bevittük a emlősejtekbe. Most meg kell mondanom, hogy ez egy világszínvonal volt. Ez az emberek nem csináltak akkor ilyeneket. És hát ez egész életemben visszajöttem erre a kísérletre, hogy csinálhatnék liposzómát, és egyebeket, amikor már Amerikában dolgoztam. De hát nem itt kezdtem el dolgozni a PhD-mat, hanem RNS laboratóriumba mentem. A Thomas Jenő laborjába, itt mindenki szerves kémikus volt, csak én voltam biológus, és föl kellett állítanom egy vírus laboratóriumot. Itt megemlítem még Ludwig János kollégámat, csak azoknak a studenteknek itt, akik vannak, mert vele együtt dolgoztam, és a mai napig is az ő tanácsát kérem szerves kémiai gondjaimmal. Közös patentünk van a BioNTech-en keresztül, közös cikkeink vannak, és hát ez nagyon fontos, hogy legyetek kedvesek a másik hallgatóhoz, mert egy életen át kell, még lehet kérdéseket kérdezni tőle. Különben nem válaszol az e-mailre.
És hát itt én, ez nem csak egy ilyen felvétel, hogy én is csináltam, kémiailag is csináltam RNS-t, enzimmel is csináltunk itt RNS-t, és hát mit csináltunk? Hát ez nem messenger RNS volt, ez csak kis picike RNS, éppen ahogy elkezdtem 78-ban dolgozni, előtte való évben 77-ben Londonban fedezték föl, hogy egy ilyen kettővesző, ötvesző kötéssel rendelkező kis RNS molekula, az milyen antivirális hatással rendelkezik, és hát ekkor azt gondoltuk, hogy az interferon ezen keresztül fejti ki a vírus ellenes hatását, és hát ez az oligoadenilét szintéz, amit ott mutatok például, az készíti el ezt a kis molekulát, és most ez az enzim, tehát az oligoadenilét szintéz, ez egy enzim, aminek nagy jelentősége van, mert megtudtuk, hogy azoknak, akiknek nem elegendő enzim keletkezik, azok ugye a COVID alatt súlyosan betegek lettek. Ennek az enzimnek a polimorfizmusa nagyban hozzájárul, hogy milyen súlyosan tudja valaki csak túlélni a COVID fertőzést. Ez is nagyon fontos az hallgatóknak, hogy kövessék azokat a dolgokat, amit elkezdenek témát, hogy hogyan fejlődik az éveken keresztül. Hát úgy gondoltuk, hogy ezzel a kettő távval ez készítünk egy vírusellenes anyagot, és hát, de hát itt a különböző problémákba belefutottunk, és hát itt elfogyott a pénzünk, és így Amerikában mentem, ugyanezt a molekulát kutattuk, de végül is, amikor 1985-ben már a AIDS volt, akkor az lett a súlyos fertőzést okozó. Itt Amerikában kifejlesztett különböző kis RNS molekulákkal se tudtunk antivirális hatást elérni. És akkor a betegeket, az AIDS-es betegeket dupla szálú RNS-sel, tehát mindig valamilyen RNS-sel dolgoztam, akkor dupla szálú RNS-sel kezeltük. A dupla szálú RNS az nagyon toxikus, interferont indukál, és ami anyagot mi használtunk, abba az RNS-nek nem volt teljesen összeillő a kettő, és voltak benne ilyen elcsusszanások, és még mindig indukált interferon, de már nem volt toxikus, és hát ilyen igen nagy dózist adtunk a betegeknek, és sajnos az interferon rendszerük nem volt épp, nem hatott rá ez a kezelés, és hát ugye ez 1986-85-ben csináltuk, és hát sajnos nem tudtuk megmenteni őket. Az egyetemre kerülve, a University of Pennsylvania-ra, Philadelphia-ban van, akkor 1989-ben akkor elkezdtem messenger RNS-sel foglalkozni. Már ugye hallottátok, hogy 84-85-ben már lehetett messenger RNS készíteni. Hát én is föllelkesültem, és kértem a harvardosoktól, hogy küldjenek már nekem abból a plazmidból, és egy levél borítékba tették, és küldtek, sőt, még mondták, hogy egy jobbat is csináltunk, azt is oda tettük. Tehát ekkor nem voltak ilyen szabályok, hogy most aláírni, meg elkötelezni. Lehet, hogy voltak, csak mi nem foglalkoztunk vele, és hát így kezdtem el az ő segítségükkel RNS-eket készíteni. Itt csak egy példát mutatok, kardiológián 7 évig dolgoztam, ugye egy molekuláris biológusnál mindegy, hogy most kardiológia vagy agysebészet, ugye az orvosi pályán ez nehezebb így mozogni, de itt a kollégám, és most ez is nagyon fontos, a kollégám bypass surgery-ket csináltak, és hát ugye egy eret raktak a szívhez. És akkor hát mondtam, hogy talán ebbe az érbe, hogyha átcsöpögtetünk valamilyen RNS-t, és akkor lehet, hogy megnöveli, hogy hogy túlélését annak az érdarabnak, és akkor elkezdtem kísérletezni, erekkel csöpögtettem RNS-eket, és hát közben megpróbáltuk kifejleszteni, hogy mit kódoljon az RNS, és hát kollega az urokinase receptorra esküdött, és hát sejtekben, amikor bevittük az RNS-t, az volt a meglepő, hogy ez a receptor ahhoz, hogy funkcionáljon, az ki kellett dekorálni cukormolekulákkal, meg kellett változtatni a végét, így, és valahogy a sejt ezt mind tudta. Csak beraktuk az RNS-t, és a sejt tudta, hogy így kell csinálni, és ott volt a funkcionális molekula a felszínen, a fehérje, ami a hatást kifejtés. Ebben a pillanatban tudtuk, hogy ha másra nem, akkor sejtterápiára jó lesz. Lehet, hogy majd
csöntvelő átültetéshez használt sejtekbe, és akkor el is kezdtünk nézni, hogy meghosszabbítjuk az életét azoknak a sejteknek, telomerász, meg egyéb dolgokat vittünk be. De minden esetre nagyon izgatottak voltunk. Hát itt aztán itt lefokoztak, és megint elküldtek. Így kerültem a neurosurgery, vagyis a agysebészeti klinikára. Itt ez a laboratórium, itt 17 évig itt dolgoztam. Ez volt, itt született meg minden. Ugye, hát az egyik orvostan hallgató, aki még az előző laborban dolgozott, tudta meg, hogy milyen helyzetbe kerültem, és ő megmondta a tanszékvezetőnek, hogy az agysebészetnek kell egy molekuláris biológus. Hát, nem tudom, nagyon jó beszélkülője van, és meg tudta győzni, és így kaptam meg ezt a labort és fizetést, és így 17 évig tudtam itt lenni. Hát jó, hát szóval általában viseltem köppenytes, meg kesztyűt is, meg egyebeket, és csak ez egy fotó készült ott a laborban rólam. Szóval itt az volt a cél, hogy majd a sztrókos betegeknek kifejlesztünk RNS-eket, és hát ez a kollega, ugye ő jött az ötletekkel most. Ez nagyon érdekes, mert most egy tanulmány van arról, hogy születik az új felfedezés. Vagy van nagy csoportod, és mindenki mindenfelől megnézi azt a problémát, vagy van csak egy, mondjuk, hogy én, meg van egy másik kollega, aki mondjuk neurosurgeon, és ő látja a problémát a betegekkel, és akkor elkezdenek beszélni, egymást kioktatják, én ezt tudom, ezt kellene csinálni, és akkor a végén előjönnek azzal, hogy hát ezek, akiknek ilyen szabarachnoid vérzése van, és a nagy véredények összehúzódnak, és ezért halnak meg. Hát hogy mit kellene, hát nitric oxide szintéz enzimet kellene oda bevinni, ő be tudja vinni, én meg megcsinálom az RNS-t, és akkor elkezdtünk ugye így együtt dolgozni. Ugyanez volt ugye, mint a Eliot kollégámmal, aki ugye a ereket hozta, és akkor én meg csöpögtettem, hogy együtt hogy tudnánk valamit csinálni. Szóval így is jöhet létre, nem kell hozzá egy nagyon nagy csoport, csak egy-két lelkes ember. És hát akkor itt az RNS 2012-re már el tudtunk kérni, hogy először láttuk, hogy állatba, hogyha az RNS kódolt eritropoietint, hát akik a bicikli versenyzést figyelik, azok tudják, hogy az eritropoietin, ugye az növeli a vörös vértestek számát, hát ezt egy nagyon icipici RNS bevitelével, itt az ábra mutatja 0,1 mikrogram, a vakcinában 30 mikrogram RNS volt, itt egy mikrogramot bevittünk az állatba is, és még 4 nap múlva is tudtuk mérni a kódolt fehérjét. Tehát bevisszük az RNS-t, az oda megy a riboszomába, ott elkészül a fehérje, és ez csak bekerül a vérkeringésbe. Nagyon érdekes, ahogy bevisszük, már 30 perc múlva lehet mérni. Tehát olyan gyors a hatás. Tehát az RNS gyorsan translálódik. Persze, ez a módosított, az nem bomlik le annyira gyorsan, és nagyon sok fehérje keletkezik róla. És a fehérje hatásos volt, mert megemelte a hematokrit értéket. Ez a középső ábra mutatja, és jobb szélen látszik, hogy nem okozott semmiféle immunhatást. Hát ebben a pillanatban, amikor már ezt az egéren ugye, ki tudjuk mérni, akkor már ugye, reméljük, hogy az emberbe is hatásos lesz. Hát ugye itt megint történt egy probléma, hogy a neurosurgery-n végül is a tanszékvezető, egy új tanszékvezető jött, és hát ugye megelégelte, és hát ugye 2013-ban mutatta az ajtót. Hát nem régiben mondta, találkoztam vele, és mondta, hogy mostanában rólam tart előadást. És akkor kérdeztem, hogy hát és miről, és mondta, hogy how did we miss it? Vagyis, hogyan? Ja, hogy nem vettük észre? Hogy nem vettük észre? Valaki itt csinál ilyen dolgokat, és akkor mi meg kirúgjuk és a helyet, hogy azt mondjuk, na, hát most ugye azért változott a helyzet, ugye most ugye ők is kapják a patent után a javadalmakat, és hát így aztán volt egy, ugye egy segítség, hogy ki kell menni az ajtón, a másik pedig ugye, hogy hát ne ez definiáljon, mert ugye elküldtek nyugdíjba, hanem akkor elhatároztam, hogy elmegyek a BioNTech-hez. A BioNTech-hoz nem ez az épület volt még, ez egy csak az egyetemi területem volt, és hát
Senki nem tudott róla, ugye nem volt website, semmi se volt. Én is csak véletlenül egy másik srác, aki máshonnan rúgta ki, mondta nekem, hogy van ez. Úgyhogy igen, megint az van, hogy ha kirúgják az embert, az is sok minden jó is történhet. És ez a fénykép se akkor készült, hanem tegnap előtt, amikor a Siemens gyűrűt kaptuk meg Ugo Zain meg a feleségével együtt Berlinbe. Hát akkor elkezdtünk itt dolgozni, és hát ugye az már ismert, hogy mennyiféle feladatot végeztünk itt, és hát hogy ugye nekik is köszönhetem, a Ugo Zainnak mindig megköszönöm a lehetőséget, amit adott nekem, hogy ott éjjel-nappal én dolgozhatok szorgalmasan, és hát ugye én is nagyon szeretném megköszönni, és minden alkalommal megragadok a tanáraimnak, a mentoraimnak, akik ugye most is jelen vannak, ugye orosz tanár úr, aki ugye az Szegedi Biológiai Központból áthívta a kutatókat, és ugye mondtam a Merkeli professzor úrnak, hogy az a legfontosabb, hogyha azok, akik az élen járnak a kutatásba, azok tanítanak. És ezért fontos lenne, hogy a kutató intézetek meg az egyetemek azok egyek legyenek, mert ugye bizonyos helyeken, nem mondom most ezen más helyeken, az egyetemeken van, hogy ugye azt tanítják, amit ők tanultak. És hát ez sokkal jobb, hogyha azt tanítja, aki az élen jár. És hát ugye a Lipi csoportból Víglac ilyen Horváth Ibolya, és hát ugye mindenek előtt mondanám a Duda Ernőt, ugye aki a Kondoros Évával együtt, mind a ketten itt vannak jelen, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát ugye ő ötletük volt, hogy ugye ezek a első kísérletek, és hogy tőlük tanultam, nem csak én, megmondom őszintén, a Warren Apart Harvardon fölvett díj során is ugye kiderült, hogy a Polyák Kornélia, aki egy full professzor és chair professzor, és nálam jóval fiatalabb, és hát ugye ő is az SBK-ba, Ernő laboratóriumába tanulta meg, hogy kell kutatni, és hát most, ahogy említettem, Berlinből jövök, ott is a nagykövetségen rendezett vacsoránál még rajtam kívül 4 kutató volt, és mind a 4-en a Duda Ernőtől tanultuk meg. Szóval köszönöm szépen, Ernő, az ő nevükbe is, mert mindnyájan nagyon hálások vagyunk. Ezért fontos, hogy megtanulni azt, hogy kell kutatni. Tehát az egyetemen ezt nem tanultuk meg, hanem itt a kollégáktól, és hát ugye a Víglaci, a Horváth Ibi, az orosz tanár úr, Éva, mindenki. És hát ugye Veneciánál tanár úr itt van az első sorban, hát ugye ő tanított a nukleotid kémiát, és Udvardi Vanti bácsi, hát a Pardi Norbival minden kísérletnél úgy, mikor megbeszéltük, úgy mentünk el, hogy a nagy erőnk az eszmebarrikádokra, mert ezt mondta mindig a udvariban, eszmebarrikádok, oda mentünk, ez volt, csináltuk a kísérleteket. És hát fontos, hogy a ünnepségeken részt vegyenek, és hát itt van Éva, Kondoros Éva ott volt velem Párizsba, és hát a Duda Ernő meg a Venecián eltanár úr a Szeged díj alapján, és hát azok ugye, akik kiálltak mellettem az egyetemen, David Langer ott van, és Éliott Barnéten, aki fölvett engem, és 7 éven át fizette a fizetésem, mindig azt remélve, hogy már csak kapok egyszer grantet, de ő az utolsó pillanatig kitartott, és ők segítettek engem, és hát ott van Norbi, meg a kolléganők, és persze hát a családomnak is nagyon hálás vagyok, a nővérem itt van most velem, ott volt akkor is, amikor Bécsbe vettem a díjat. Hát a férjem néha sikerül meggyőzni, hogy eljöjjön, de a lányom az nagyon lelkesen jön, és hát itt az alsó képen még a vejem is ott van, meg hát ott a Filip, a spanyol király ott fotóban mört a képünket, a család. És hát ugye az ember hálásnak kell lenni, nem csak azoknak, akik nehezítették az életét, de különösen azok, akik bíztak benne, akitől sokat tanult, és hát most próbálom a fiatalabb generációkat inspirálni. Itt van 2 gyerekkönyv, amiben Drew Weissmannal vagyunk ábrázolva, az egyik Magyarországon jelent meg, a másik megjelenik Amerikába. És hát el kell nekik mondani, hogy mi a szépsége annak, hogy kutatók lehetünk. És egy nagyon,
ugye most ugye ide kerültem a reflektorfénybe, és hangsúlyozom nekik, hogy ha reflektorfényt szeretik, kutatópálya valószínűleg nem adja ezt, hanem legyenek színészek, vagy ilyesmi. Ha pedig, nem tudom, gazdagok és sok pénzt akarnak, akkor nem tudom, mit kell csinálni. De hogyha azt akarják, hogy örömteli legyen az élet, és hogy ilyen mentálisan ilyen jól érezzék magukat, hogy valamit tettek. Lehet, hogy név szerint nem fogják tudni, de ők maguk mindig tudják, hogy valami jót cselekedtek, úgyhogy erre próbálom az fiatalokat is inspirálni, és hát köszönök Olaf mindegyik kollégámnak, akik itt föl vannak sorolva, azok is, akik nem segítettek, de azáltal, ugye, hogy elküldtek, vagy egyéb azáltal ők is hozzájárultak az én sikeremhez, és köszönöm szépen a figyelmet!